Kötelezően használjuk az iskolában maszkot. Testnevelés órán is. Rendszeresen előfordul, hogy covidosok lesznek, és 2-3 nap múlva az a szomorú, hogy visszamehetnek iskolába, akiknek negatív a teszt. Nincs online oktatás, de megoldjuk sok munkával otthon. 6 gyereket nevelek. Kislányom 12 éves, 6. osztályba jár. 17, középsulis. A lányaik osztályban van bármilyen Covid helyzet, vagy az iskolában karanténok, ilyenről tud? Nem. Iskolában úgy emlékszem volt az év korábbi szakában, de most nem. Nálunk is ez a helyzet, hogyha valaki covidos, akkor karantén van, de... Egész osztály részére. Igen. És akkor online oktatás van ilyenkor, 10 napos karantén, otthon maradás és online oktatás. Van néhány tanuló, aki covidos, és mivel a gyerekem osztályában is van ilyen, ezért a gyerekem most nem megy iskolába, de hivatalosan nincs karantén. Hogy viselik az egész Covid helyzetet így az iskolások? Szerintem rosszul. Olyan közösségről van szó, ami mindenképpen igényli az, hogy egymással érintkezzenek a gyerekek, szocializálódjanak, nagyon rosszul. Legalább olyan rosszul igazából, mint a szüleik, akik szintén otthon vannak. Bevezetésre került a maszk használata. Igen. Tehát kötelezően használjuk az iskolában maszkot. Testnevelés órán is. Azt viselik a maszkot rendesen, már megszokták a gyerekek az iskolában. És hogy bírják ők ezt? Nehezen. Órán még el vannak, mert ugye az kötelező, de kell nekik időközönként levenni ahhoz, hogy a közérzetük és a fejük ne fájduljon meg. De a testnevelés órákat most már kiszervezték az utcára, az udvarra, úgyhogy ott lehet maszk nélkül is. Ő nem járhat testnevelés órára maszkban, ha bent van, tehát akkor nem vehet részt az órán, mert ez egy egészségtelen dolog. De természetesen, hogyha kint vannak, akkor ugye lehet maszk nélkül is. És akkor mehet az edzés. Igen. Van bármiféle karantén az elmúlt időszakban, vagy mostanában éppen az iskolában? Egy-két napokra van csak, nem jellemző, éppen valamelyik osztályban van, de azt gondolom, hogy a mi osztályunkban nincsen. Az a legkisebb gyereknél volt egy-két napra, de ott is feloldottak. Hogyha otthon maradnak, attól tartanak a szülők, hogy akkor nagyon elszigetelődnek, és csak online kapcsolat lesz belőle, a barátoktól elszakadnak. Aki tudja, az oltassa be magát mindenképpen, mert ezzel a többieket veszélyezteti. Én maximálisan támogatom ezt. Ha a gyerek nincs beoltva, szerintem az viszont a szülő felelőssége. És mindenképpen be kéne oltatni a gyerekeket is. Próbálom ezt az egészet kezelni, úgyhogy a világnak a része. De több a géphasználata, kevesebb mozgás, kevesebb sport egészségüknek ártalmas. Hát végül is ez az igazság. Én nem szeretek otthon lenni nagyon sokat. Inkább bent a barátaimmal az iskolában.